Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jala Jászmin Grace vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Már most veszik a téli tüzelőt, a szakértő szerint 10-15%-kal kerül több a jó minőségű fa, mint tavaly. Kocsikat tört fel Szekszárdon, nagyértékű használati tárgyakat lopott el a tolvaj. Táborfad Domboriban harcosok címmel indított nyári programot a Magyar Honvédség. Tonnákat mozgattak puszta kézzel, erős embereknek rendeztek versenyt Tamásiban. Sokan már most elkezdték a téli tüzelő beszerzését. A gázár kiszámíthatatlansága miatt egyre többen állnak át fa vagy más szilárd anyag használatára. A Tamásiban jól menő tűzépet üzemeltető Pek Tibor azt mondja, aki résen van, már most megveszi a hideg hónapokra valót, hiszen a fának száradnia kell, és most még jó áron lehet hozzájutni. A szakértő a tavalyihoz képest nagyjából 10%-os áremelkedésről beszél. Közel 2000 köbméter fát tároltunk be, mert igazából ez is olyan dolog, hogy ha a fa itt van, az a biztos. Két méteres, nagyjából legalább 25 centi átmérőjű, jó minőségű, kemény farönkökkel van tele a Tamásiban található Pech tüzép udvara. A tulajdonos úgy számol, hogy ennyi tüzelővel jövő év márciusig ki tudja szolgálni az ügyfeleit, akik már folyamatosan érdeklődnek, és veszik is a télire való alapanyagot. Aki előre tekint, az már most megvásárolja kívánt tűzifát. Az a helyzet, hogy ilyenkor még van ideje száradni a fának, mert ugye nem igazából túl jó, hogyha egy kazánba vagy egy kályhába vizes fát raknak, és hát aki előre gondolkodik, az már ilyenkor megvásárol, és van bőven rendelésünk, így van. Itt kuglizzák és hasítják is a fát, így adják a vevőknek. Ez sokkal kényelmesebb és kevesebb munkát igényel, mint a méterben megvett tüzelő. Az energia árak elszállása miatt ez a termék is drágult némileg, de a tüzép vezetője azt mondja, ők még így is olcsóbbak a konkurenciánál. Az árak durván egy ilyen 10%-kal változtak a tavalyi évhez képest. Nagyon nehéz volt beszereznünk alapanyagot, jó alapanyagot. Az igazság, hogy a nagyobb erdészeteknél a hatósági áras tűzifa miatt most az igény nagyon megnövekedett, és így hát rengeteg rendelésük volt, és így nem tudtak minket, kereskedőket kiszolgálni, így magántermelésekből sikerült jó alapanyagot vennünk. A tűzifa ára egyébként hosszú éveken keresztül viszonylag stabilan és kiszámíthatóan változott. A helyzet tavaly vált hektikussá, amikor is az energiaválság miatt sok helyen hirtelen duplájára nőtt a korábbi ár. Szekszárd területén földi szúnyoggyérítése kerül sor augusztus 24-én a napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés augusztus 25-26. Napján ugyanebben az időben történik. A készítmény a kiutatott csekély mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani, és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelébe tartózkodni nem szabad. Az ellenőrzött üzletek 10%-a követett el jogszabálysértést a kötelező akciózás során, közölte a kormány szóvivő csütörtökön Budapesten a Kormányinfon. Szentkirályi Alexandra elmondta, 10 hét alatt 722 üzletet vizsgáltak a hatóságok, 70 üzletben találtak kifogást, azaz a vizsgált boltok 10%-a követett el jogszabálysértést, némelyik többet is, így összesen 102 jogsértést állapítottak meg. A kormány szóvivő beszámolt arról is, hogy az online árfigyelő sikeresen generál árversenyt a boltok között. A honlapon található 62 termék kategóriából ugyanis 54-ben átlagosan 6,7%-kal csökkentek az árak. A szakemberek szerint ennek köszönhetően 1,8%-kal csökkenhetett az élelmiszerinfláció.
Több kocsit is feltört és megrongált Szekszárdon az a Dunaszentgyörgyi tolvaj, akit a napokban fogtak el a rendőrök. A 26 éves férfi többek között laptopot, aerollert és drónt is eltulajdonított. A napokban több bejelentés is érkezett a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányságra arról, hogy Szekszárdon a Tarcsai lakótelepen és a Szövetség utcában valaki több autót is feltört. Kollégáim a helyszínen helyszíni szemlét tartottak, továbbá adatgyűjtést végeztek, melynek során kiderült az, hogy ismeretlen személy még akkor ismeretlen személy két személy autót feltört, amelyekből értékeket tulajdonított el, többek között laptopot, aerollert, illetve drónt is, illetve több autót meg is rongált, egyiknek a kilincsét is letörte. Három járműből végül nem tulajdonított el semmit. A rendőrök rövid időn belül azonosították az elkövetőt, akit nem messze a helyszíntől, pár órán belül el is fogtak az egyenruhások. A 26 éves dunaszentgyörgyi férfi kezdetben tagadta, hogy ő törte fel az autókat. Azonban később maga mutatta meg a rendőröknek, hogy hova rejtette el az ellopott tárgyakat. A férfit gyanúsítottként hallgatták ki, több rendbeli lopásbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Az eljárást a Szekszárdi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán folytatják tovább. A Dunaszentgyörgyi tolvajjal szemben további eljárás is indul amiatt is, mert feltehetően kábítószert fogyasztott. A NAV Tolnavár megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai augusztus 28-a és szeptember 1-e között a papír- és írószerboltokat, valamint a ruházati üzleteket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Ellenőrzésekre többek között Szekszárdon, Tolnán, Dombóváron, Pakson és Dunaföldváron kell számítani. Harcosok címmel indított nyári tábort a Magyar Honvédség FAD Domboriban. Fizikai kihívásokkal teli, de ugyanakkor élményszerű 5 napos programsorozat keretében, ahol a résztvevők játékosan csapatban tapasztalt katonáktól tanulhatnak olyan túlélési, egészségügyi és önvédelmi technikákat, amelyeket a mindennapi életben is hasznosíthatnak. A Magyar Honvédség idén 7. alkalommal rendez nyári táborokat a fiataloknak, akik katonaruhába bújva szakemberek felügyelete mellett, biztonságos körülmények között a szabad levegőn tölthetik szabad idejüket. A gyerekek különböző tematikájú programok közül választhatnak, ahol van harcos, túlélő, honvédelmi sport, önvédelmi, infokommunikációs, vitorlás és rádióamatőr tematikájú. A Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred 69. területvédelmi zászlóalj által szervezett FAD-dombori gyermektáborban augusztus 21 és 25 között kerül megrendezésre a harcos elnevezéssel a 14-18 éves korosztály számára. 20 diák vesz részt a táborunkban, a fő részei ugye hétfőtől péntekig tart. A hétfői nap az egy beillesztő, beöltöztető, illetve kis alaki, illetve a napi rendek ismertetése, illetve a tábornak a foglalkozásainak ismertetése történik. A táborokban minden reggel 6 órakor ébresztővel, közös tornával kezdődik a nap. A gyerekek napközben izgalmas programokon, ügyességi versenyen, airsoft játékon vehetnek részt, miközben elsősegélynyújtásból, tereptamból is ismereteket szereznek. Amikor barangoltam az interneten, elég olcsónak tűnt, sőt az ország egyik legolcsóbb táborának, és egy kicsit nézelődtem, az érdeklődés volt irántam elég magas szinten, rossz véleményt nem hallottam róla, úgyhogy ide jöttem. Első alkalommal jöttem a táborba, és hát apukám ajánlotta ezt a tábort, és én úgy voltam, hogy eljövök, mert szeretnék tapasztalatot szerezni, meg gondoltam, hogy izgalmas lesz és hasznos. A diákok a szervezés végére megtanulják, mi a fegyelem, a precíz rend, az összetartás és az egymásra figyelés. Megismerik a saját határaikat, miközben új élményeket és barátokat szereznek. A tábor elsődleges célja az élmény alapú tapasztalatszerzés, amit a civil életben is kamatoztatni tudnak majd. A dombóvári gólyavár feltárása az idei ásatási szezonban újabb ismeretekkel bővítette a vár történetét. Mostanra bizonyossá vált, hogy az 1702-ben felrobbantott vár romjait még a 20. században is építőanyag bányászásra használta a helyi lakosság. A 2023. évi ásatási szezon során közel 500 négyzetméter területen végeztek régészeti feltárásokat a gólyavárnál. A tavaly sikeresen beazonosított pince helyének vizsgálatával folytatódtak az idei munkálatok, azonban előtte a modernkori bolygatások nyomait kellett elhatárolni.
A 20. század téglabányászai véletlenszerűen kiválasztott föld alatti falmaradványoknak a kitermelését célozták meg, tovább pusztítva a török kor végén felrobbantott vár romjait, az épp téglákat elszállítva, a törött vagy repett darabokat pedig kisebb-nagyobb halmokban hátrahagyva. Az így keletkezett omladék halmokat idővel befette a föld. Mindezek mind a bánya gödrök nagyban nehezítik a régészek munkáját, hiszen ezeknek a szakszerű feltárása is elengedhetetlen ahhoz, hogy a lelőhely jelenlegi állapotát, az egyes építészeti részletek meglétét vagy hiányát megfelelőképpen értelmezni tudják. Hatalmas tömeget, több tíz tonnát mozgattak meg a puszta kezükkel a Tamásiban megtartott erős emberverseny nevezői. A nem mindennapi programnak a helyi termálfürdő adott otthont. Hatalmas 100 kilónál is nehezebb kőtömböket kellett egy léc felett átemelniük az erős embereknek. A nemzetközi versenyt a Tamási termálfürdőben rendezték meg. A külföldi indulók mellett a környékről is érkeztek nevezők. Krivko Milán a várostól nem messze található Fürgeden él, rendszeresen indul ilyen versenyeken. Sokkal jobb szokott lenni a teljesítményem, csak kicsit fáradt vagyok, megmondom őszintén. Tehát Zalaegerszegen az előző versenyünket 6-szor raktam át a 110-et, az eddigi rekordom, tehát én ilyen 1-2-nél ki szoktam fulladni, úgymond. Tehát most jó volt a vax, nem volt annyira meleg a golyó, meg azért még a technikán lesz mit csiszolni, tehát még azért kell egy kicsit fejlődni. Tamásiban most először rendeztek erős emberek versenyét. A település polgármestere azt mondja, ez is része annak a célkitűzésüknek, hogy a részben leégett fürdőt ismét olyan népszerűvé tegyék, mint a tetőszerkezet megrongálódása előtt volt. Eddig ilyen témét csak a tévében láttam, és nagy örömmel vettem, hogy ifja Fekete László megkeresett minket néhány hónappal ezelőtt, hogy Tamás is otthont hathatna egy ilyen nagyon látványos viadalnak. Mi a Tamási termálfürdőt javasoltuk, és kérésünk meghallgatása talált. A termálfürdő területén egyébként várhatóan hamarosan elkezdődik a munka. A tetőszerkezet felújítása ugyanis egyre közelebb kerül, így a következő szezonra valószínűleg be is fejeződik a helyreállítás. A regionális híreink következnek. Újabb utakon jelennek meg a munkagépek, további felbontások várhatók a meglévők mellett Pécsen. Elkezdődött az új évad a Pécsi Nemzeti Színházban, a megnyitót az egyetemi borbirtokon tartották. Megkezdődött a szarvasbőgés, fokozott figyelemmel közlekedjünk az utakon. Újabb útfelújítások kezdődhetnek Pécsen, szeptemberben írják ki 17 utcára a közbeszerzést. Erről döntött a Költségvetési Bizottság szerdán. Közben a jobboldali képviselő szerint közlekedési káosszal kezdődhet az iskola év, a még be nem fejezett munkálatok miatt. Különösen aggályos, hogy 3 éve épített útszakaszt is felbontottak. Ennek helyreállítása pedig a pécsiek pénzéből történik majd, mondja az ÖPEK képviselője. Útfelbontások, építések szinte minden városrészben Pécsen. Még tartanak ezek a munkák, de már újabbak indulására számíthatnak a Baranyai Vármegye székhelyen élők. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság tárgyalt erről szerdán. Az önkormányzat a jövő évben 17 utcának az aszfaltozását szeretné felújítani. Ez újra kellett nyitnunk a versenyt 2 ajánlattevő között, mivel velük van keretszerzés az önkormányzatnak. Az útfelújításnak a tervezett becsült összege közel 800 millió forint, viszont a pontos összeget akkor fogjuk tudni, amikor ez a két ajánlattevő konkrét ajánlatot ad, és a kedvezőbbel fogunk szerződést kötni ezekre a munkákra. Ez a Dimbes-Dombos Fáy utcai aszfaltborítás. Az autók alja leér, ha nem lépésben közlekednek itt. Ez az utca szerepel a javítási lista élén, alatta pedig a további területek, ahol útépítés kezdődhet nem sokára. Csendes a Nagy Imre út lezárt szakasza, pihennek a munkagépek. Az egyes busz is terelő útvonalon jár. Ahol most vagyunk, a Nagy Imre út, ugye 3 évvel ezelőtt lett teljesen felújítva. Méghozzá akkor is majdnem egy évig volt lezárva. És Péterfi Attila programjában ez benne volt 2020-ban, hogy 5 éven belül semmilyen utat nem bontanak föl, amit felújítottak. Ha fölbontják, akkor büntetést fizetnek. Kérdezem a polgármestert, hogy ki bontatja most itt föl mögöttünk a Nagy Imre utat, miért, és ki fizeti a büntetést. A képviselő szerint ez a beruházás megnehezíti majd az őszi iskolakezdési időszakot. Káosz uralkodik a városi közlekedésben, most már hónapok óta
Még szerencse, hogy nyár van és nincsenek sokan itthon, de hamarosan eljön a szeptember, és akkor a kertvárosiak arra fognak ébredni, és munkába menni, és iskolába menni, hogy mind a két fontos úton, amin közlekednek a belvárosba, vagy Uránvárosba, mind a két úton tele van lezárásokkal az út. A képviselő szerint a Nagy Imre út felbontása a pécsieknek sokba kerül majd. Ennél az útnál, a Nagy Imre útnál itt azért több minden felmerül, hiszen ez EU-s pénzből lett annak 3 évvel ezelőtt felújítva ráadásul. Ez azt jelenti, hogy ha most felbontják és vissza kell állítani, azt már saját pénzből kell majd a városnak megtennie, mert kétszer EU-s támogatást ugyanarra az útfeletre nem lehet fordítani. Aztán meglátjuk, még mi minden lesz a mögött, mert az is lehet, hogy olyan pénzügyi tranzakciók vannak, amik megengedhetetlenek. Kővári János azt mondja, 100 milliós tételről van szó, amit mindenképpen ki kell vizsgálni, valóban szükséges volt-e most a munkálatokat elindítani ennyiért. A képviselő szerint a városi útlezárások maradni fognak még hónapokig, hiába ígérték, hogy szeptemberre befejeződnek. Elkezdődött az új évad a Pécsi Nemzeti Színházban, a megnyitott ezúttal rendhagyó módon nem a teátrumban, hanem új helyszínen hagyományteremtő jelleggel tartották augusztus 22-én. A helyszínen a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet volt. Az egyetem és a teátrum együttműködése jegyében ugyanis a jövőben egyre több programot terveznek a Szent Miklós hegyen tartani. Idén 5 új bemutató előadást terveznek a Nagy Színházba. A színház munkatársai, művészek, a sajtóképviselői első alkalommal találkoztak a Pécsi Egyetemi Borbirtokon egy közös évadnyitó ünnepségen. Madaras Zoltán, a PTE Szőlészet és Borászati Kutatóintézet elnöke bemutatta az új rendezvény helyszínt. Ez azért jelentős, mert az utóbbi időben a színház művészeit felkérték zenés nyári koncertekre. Ehhez hasonló együttműködést a továbbiakban is megvalósít az intézmény és a Pécsi Nemzeti Színház. Egész évben folyamatosan együtt dolgozunk a Pécsi Nemzeti Színház vezető társulat tagjaival, hogy pontosan az ötlet honnét érkezett, ezt már nem tudom megmondani, hiszen annyi közös ötlet van már, de nagyon örültünk neki, hogy elfogadták ezt a felkérést, és itt mai nap az egész társulatot vendégül láthatjuk itt a Pécsi Egyetemi Borbirtokon. Az eseményen Lipics Zsolt igazgató és Vidákovics Szláven művészeti vezető az új évad programjairól beszélt. A színház koprodukciós partnere a Pécsi Balett. Vince Balázs művészeti vezető a következő évad közös munkájára hívta fel a figyelmet. Gulyás Dénes, a teátrum operaigazgatója, kiemelte a zenei nevelés fontosságát, melyet már kisgyermekkorban kell elkezdeni. Ehhez kapcsolódnak a színház ifjúsági opera előadásai is. 5 nagy színházi bemutatóval készülünk. Elsőként bemutatjuk a Pécsi Balett Faust az elkározott című nagyszerű előadását, ami a Műpában már bemutatásra került évekkel ezelőtt. Ezt követi majd Lehár Ferenc a Vígözvegy című nagy operettje, utána Neil Simontól a Furcsa pár, aztán Robert Thomastól a 8 nő című krimi vígjáték, és végül, de nem utolsó sorban, a Király beszéde című előadásunk. Arra biztatnék innen is minden kedves nézőt, hogy vegyen bérletet. Ugyanis a bérlettel változatlan áron tud megnézni minden előadást, fix helye lesz, kiszámítható helye lesz. Két új tag szerződött a színházhoz, Kovács Panka és Katona Levente. Előbb itt az üvegcipőből ismerheti a közönség, míg Levente a gyakorlati évét követően folytatja a munkát a Pécsi Teátrumban. Az értékesítés is új embert kap mostantól, Pár Tíme a személyében. Szeptember 14-én indul a 17. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó, melyet a Pécsi Balett rendez. Kicsiknek és nagyoknak való gazdag programkínálattal várják a műfaj kedvelőit. Az évad részletes repertoárja a színház weboldalán olvasható. Megkezdődött a szarvasbőgés időszaka hazai erdeinkben, így a mecsekben is. A nász időszakban a gímszarvasbikák bármikor felbukkanhatnak a közutakon, ezért az autósoknak fokozott figyelemmel kell vezetniük. A témában az Országos Vadászkamara Baranya vármegyei szervezetének elnökét kerestük fel. Erdei séták alkalmával hullajtott agancsokkal találkozhatunk, és váratlan hanghatásoknak tehetjük ki magunkat. Ettől azonban nem kell félni, természetes dologról van szó, ugyanis elkezdődött a szarvasok párzása, a szarvasbőgés időszaka. A hang a nőstények terelgetését és a hímek közti versengést egyaránt szolgálja, mondta Agyaki Gábor, az Országos Vadászkamara Baranya vármegyei szervezetének elnöke. Augusztus végével elindult a szarvasbőgés, és ezzel tulajdonképpen mozgással is jár a gim állománynál, ami azt jelenti, hogy a bikák nyáron egy teljesen más helyen tartózkodnak, mint a
a bőgési időszakban. Tehát a bikának van egy úgynevezett felrakási időszak, amikor ez egy ilyen 120-130 nap, amikor az elhújhatott aggancsát felépíti gyakorlatilag, és aztán letisztítja ettől a barkától, és kész az aggancs. Ez olyan mondjuk február végétől idáig 120 napot jelent, ez a felrakási időszak. És ez egy ilyen, úgy mondjuk mi szaknyelven, hogy döhér időszak, ami azt jelenti, hogy kiteljesedik a bika, nagy súlyú lesz, nem sokat mozog, és ezeken a területeken tartózkodnak a nyári időszakban. Ekkor tájt a teherek is felkészültek biológiailag a szarvasbika befogadására, ezért elkezdődik a szarvasbőgés, és megindul az állatok vándorlása, egymás keresése, megtalálása, teszi hozzá a szakember. Ez az időszak veszélyes a gépkocsi vezetőkre, váratlanul felbukkanhatnak az állatok. Ami erdővel van szegélyezve, ott bármikor várható, nagyon fontos, hogy nádasok környékén, ugye főleg ebben az időszakban nagyon, a gímállomány nagyon szívesen húzódik be a nádasokba, mert ott van víz, ugye minden ki van száradva, ilyenkor előszeretettel használják ezeket a helyre, tehát nagyobb nádfoltok is, hát az erdőszegélyek természetesen. Az elnök vadásztársaságához három főút tartozik, a Harkányi, a Mohácsi és a Hatos út egyik fele. Sajnálatos módon évente 60-80 ütközéssel kell számolniuk, ami azt jelenti, hogy minden harmadik napon éjszaka balesethez mennek menteni. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket, még egyszer röviden. Már most veszik a téli tüzelőt, a szakértő szerint 10-15%-kal kerül több a jó minőségű fa, mint tavaly. Kocsikat tört fel Szekszárdon, nagy értékű használati tárgyakat lopott el a tolvaj. Táborfad Domboriban harcosok címmel indított nyári programot a Magyar Honvédség. Tonnákat mozgattak puszta kézzel, erős embereknek rendeztek versenyt Tamásiban. Pénteken döntően napos, fátyolfelhős idő lesz, csapadék általában nem hullik, gyenge légmozgás mellett ismét emelkedik a hőmérséklet, fokozódik a kánikula. Éjszaka általában csillagfényes, eseménytelen idő várható, de északon több lehet a felhő, és az északi határszélen egy-egy zivatar is előfordulhat. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!